Sylvester Stallone-nak volt egy érdekes produkciója, még ez a The Expendables, a Feláldozhatók, amiben ugye 80-as évek akció filmsztárjait vonultatta föl. Most ugye biztos nagyon nehéz volt egyeztetni a régi szinkron hangokkal. Vannak, akik már nem vállalnak annyi szinkron munkát, azért Stallone magyar hangja, Gáti Oszkár, Bruce Willis, Dörner György, Schwarzenegger, Revicki Gábor, Jet Li, Görög László. Nehéz volt újból egyeztetni, hogy ez a produkció létrejöjjön? Hát vannak nehéz emberek, és vannak könnyű emberek. Amikor ilyen párosítások, ilyen bebetonozott párosítások kerülnek elénk, mint amilyen Arnold Schwarzenegger, meg Revicki Gábor, illetve Sylvester Stallone, Gáti Oszkár, valamint Bruce Willis, Dörner György, akkor ez nem csak ránk ró kötelességet a szinkron stúdióról, hogy ezeket az embereket megszerezzük, hanem rájuk is, a színészekre, hiszen ők is tudják, hogy a nézők fejében ők összefortak azzal a karakterrel. Tehát, de hát ez nyilván nem egy kínos kötelesség, hanem ez egy jól eső kötelesség, hogy valaki annyira összefor egy karakterrel, hogy már el se tudják nélküle képzelni. Az ő hangja nélkül már el se tudják képzelni a figurát. Nyilvánvalóan az, hogy kötelességünknek érezzük mi, kötelességünknek érzik ők, az még csak az első lépés afelé, hogy megvalósuljon. Ha valami ennyire összefort, és valamit ennyire kívánnak a nézők, akkor hát azt illik úgy meg is fizetni. Tehát akkor elő lehet állni azzal, jó, hát megcsinálom, de hát ha ez én vagyok, akkor ezt tessék egy kicsit. Tehát hogyha senki más nem tudja rajtam kívül megcsinálni, akkor tessék egy kicsit jobban megfizetni. Úgyhogy ezeknél a sztároknál bizony mindig egy kicsit mélyebben kell a forgalmazónak vagy a stúdiónak a zsebébe nyúlnia, de hát ilyen produkcióknál, amikor a 80-es évek nagy sztárjai egy csapatban vannak, akkor egyszerűen nem lehet másképp dönteni, akkor még az sem lehet elfogadható indok, hogy valaki külföldön van, éppen nem ér rá, akkor meg kell várni őket. Akkor, tehát nem létezhet, hogy más hangok szinkronizálják. A Feláldozhatók című produkcióról mi a véleményed? Hát három film készült The Expendables-höz, és annak csak az első darabját szinkronizáltam én. Hát ott tulajdonképpen arról van szó, hogy a régi csibészek összeállnak, és készítenek egy akciófilmet, abban a stílusban, ahogy ők megszokták a 80-as évek stílusában, 80-as, 90-es évek stílusában, és ezt egy ilyen nosztalgia hullámot meglovagolva, tulajdonképpen hát a nézők erre nagyon ráharaptak, és nagyon jól fogadták ezt a produkciót. Hát magának Sylvester Stallone-nak a színészi képességei igen korlátozottak, tehát én azt gondolom, de hát lehet, hogy ezzel sok rajongónak az érzését megsértem. Ezek nagyon egyszerű dramaturgiára épülő filmek, és igazából a nosztalgiát akarják meglovagolni, hogy az emberek olyan szívesen emlékeznek vissza a fiatalkorukra, hogy azok akkor milyen nagyszerű filmek voltak, és hogy mennyire nagyszerű színészek játszották akkor az akcióhősöket. Bennem is él ez a nosztalgia egyébként, tehát az én fiatalságommal is egybeesik Sylvester Stallone tündöklése, meg Arnold Schwarzenegger tündöklése. Úgyhogy én is szívesen nézem ezeket a régi csibészeket, és hát jó érzéssel tölt el, hogy ők még tudnak futni, ugrani, lőni, még hogyha sok snitből is kell felvenni ezeket a jeleneteket.